Kicsit közelebb jövök. Na halihó, sziasztok! Én Fülöp vagyok, vagy Csoma. Ez pedig itt a Hétköznapi Kocka nevű YouTube csatorna. Ezt lehet, hogy az intro után kellett volna elmondanom, na mindegy. Az előtt, srácok, hogy annó, mikor megcsináltam, hát jó, nem olyan régen megcsináltam ezt a Hell Gamer energiaitalos videót, aminek a dobozai egyébként ide kikerültek közben mögém, akkor nem hittem volna, hogy ez a italkóstoló sorozat, ez ilyen utat fog bejárni, de elképesztően nagy népszerűségnek örvend nálatok, aminek iszonyatosan örülök. Jelen pillanatban a videó készítésekor a Tutti Juice-os videó 893 megtekintésnél jár. Hát ez parádés eredmény, hamarosan utoléri a legnézettebb videómat, amely a Call of Duty-s ilyen összevágott, ilyen zenés kis gameplay, amit hogyha esetleg nem láttál volna, akkor ide az ibetűhöz kirakom neked. És hát természetesen kommentek is érkeztek rá, aminek nagy része nagyon dicséri a munkámat, amit nagyon szépen köszönök innen is minden egyes kommentelőnek személyesen. Valamint hát Simon nem bírt magával, és újra megkért engem, hogy ugorjak neki egy újabb italt esznek, és most ez az ember ennel került terítékre. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mit tud. Szóval mielőtt belevágnánk ebbe a vadonatú italt eszbe, először is szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogyha még nem tetted volna meg, akkor mindenféleképpen iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a különböző tartalmakról. Hogyha ténylegesen értesítést is akarsz volna kapni, akkor a csengőt is nyomd be a feliratkozás gomb mellett itt a videó alatt. Valamint azt se felejtsd el, hogy ha meg akarod velem hackkelni a YouTube algoritmusát, akkor semmiféleképpen ne felejtsd el véleményezni a videót egy like-kal vagy egy dislike-kal. Hogyha utóbbit választod, akkor szíved rajta, de mindenféleképpen kommentben írd le a kritikádat. Valamint, hogyha már italokról van szó, akkor mindenféleképpen bátorítalak benneteket, hogy a komment szekcióban ajánljatok italokat, ne csak Simon legyen az egyetlen, aki itt aktívkodik. Nyugodtan vágjatok ebbe bele, hogyha olyan italt ajánlotok, ami elérhető számomra és meg tudom venni, akkor mindenféleképpen ki fogom próbálni itt a csatornán, úgyhogy legyetek nyugodtan bátrak, ajánljatok, alakuljon ki egy ilyen dolog. Úgy látom, hogy szeretitek ezeket a videókat, és hát ki vagyok én, hogy ezt megakadályozzam, hogy ilyen videókhoz jussatok. Szóval ugorunk is neki ennek az italnak. Tehát ember, és hát ugye hát szerintem már hallottatok róla, aki gamer, az szerintem úgy tudja, hogy ki az a Zsozé atya. Ugye Magyarország egyik legnézettebb streameriről van szó, az ő arcával van jelezve ez az ital, és hát természetesen az az ember is onnan ered. Rajta van egyébként a dizájnon a Zsozé atyának az aláírása, egy ilyen szlogen, ami igazából egy ilyen ide nem kell szlogen. Szóval igazából maga a dizájn az szerintem jó pofa, nekem ez a grafika nem tetszik, én sose szerettem egyébként ezt a fura ilyen Comedy Centralos ilyen mintát, vagy grafika stílust, szerintem ilyen nagyon póré az egész, de ez csak az én véleményem, természetesen lehet ezzel vitatkozni. Magát a Zsozé atya jelenséget sem kedvelem annyira, de ez természetesen csak az én ízlésem. Ha valaki nézi, akkor tök jó, hajrá, hajrá! Egyébként mivel róla van szó, ahogy megszokhattátok mindig, a leírásban lelakom az ő linkjét, szóval megtaláljátok a YouTube oldalát, mert egyébként ő több platformon is streamel, de van egy YouTube csatornája annak, a linkjét lerakom ide a leírásban nektek. Ha esetleg nem tudnátok még, hogy ki ő. Egyébként az energiaitalt elolvastam, és hát egy bizonyos Bubi Kft. Gyártja, de ami ennél is érdekesebb, hogy ezt az italt a Leet.hu jelzi. Nos, a Leet az egy ilyen gamer orgánum, hogyha úgy vesszük, rengeteg Facebook csoportjuk van, én például a Call of Duty-ban benne vagyok. Néhány cikkkel egyetértek, néhányal nem. A YouTube csatornájuk szerintem egyébként tök jó, szintén berakom nektek a leírásba. Nagyon-nagyon ritka egyébként, hogy egy YouTuber szépen beszél. És hát az a helyzet, hogy a Leet.hu-nak az egyik legnagyobb erőssége, mármint a YouTube csatornájuknak az, hogy ott viszont a srác, aki csinálja, tök szépen beszél, úgyhogy innen is nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözlöm és gratulálok, csak így tovább. A helyzet az, hogy nem számítok olyan sok hatalmas kitörő dologra. Számomra ez, amit itt a kezemben tartok, egy teljes egészében pure marketing termék. Van egy löty, egyébként nem is drága, 300 forint alatt van, tehát tök normál energiaitalárban van. Van egy löty, amit el kell adni, és rárakták azt a csávót, akinek az arcával ezt el lehet adni. Tehát ez ennyire tök egyszerű. Én megmondom őszintén, hogy szívesebben látnék egyébként ilyen idézőjel gamer termékeket, amiben nincsen koffein. Szeretem az energiaitalokat, szoktam inni,
A kávét is szeretem, király, semmi para nincsen ezzel, nem, én nem vagyok tényleg, nem akarok ilyen prűd lenni, hogy jaj, ne ígyatok ilyesmit. Csak hát az a helyzet, hogy hogy mondjam nektek, azért a gamer társadalom nagy része azért nem feltétlenül jó, hogyha ilyeneket iszik nagy mennyiségben. Szerintem jobb lenne, hogyha egy ilyen tutti juice-szerű valamilyen kamu energiaital, vagy valami izgalmas, ilyen izotóniás, vagy valami ilyesmi lenne az, amit inkább reklámoznak például egy Zsozi atyával, amit inkább csomagolnak, de ez csak az én személyes véleményem, természetesen, hát ez kit érdekel. Ugye a vélemény olyan, mint a fing, mindenkinek van, csak senki se kíváncsi a másikéra. Jó, ahogy megszokhattátok, valamint mielőtt belevágunk a kóstolásba, természetesen megismétlem, a termék 18 pluszos, én 18 éven felettieknek ajánlom, és maximum napi 2. Jó, tehát azért is van itt most 2 mellettem. Egyiket egyébként vágóképezésre vettem, másikat azért, hogy kibontsuk meg, hogy legyen itt egy, amit így folyamatosan láthattok, hogy éppen ezt viszont. Na, először is színteszt. Hát én a szokásos energiaital színre számítok. Ebben bocsánat, hogy megszagoljuk, ezt mindig elfelejtem. Teljesen energiaital, tehát ez a tutti frutti. Megmondom őszintén, hogy nem annyira erős az illata egyébként. Pedig ennek tényleg elég magas a koffein tartalma, ami külön rá is van írva, tehát hogy na mindegy, nézzük meg. Hát gyerekek, itt nagy izgalmakra szerintem nem kell számítani. Itt láthatjátok, ez teljes egészében energiaital. És akkor jött az íz. Na gyerekek, az a helyzet. Mondom a pozitívumot. Először is ugye az eddigi videóimból megszokhattátok, mármint ilyen kóstolósokból, hogy kicsit hátis vagyok arra, hogyha egy italt túlságosan gejl. Tehát, hogy rengeteg benne a... így is rengeteg benne a cukor, de értsétek jól, tehát amikor a szátokban is érződik, hogy rengeteg benne a cukor, és ez ennél nincs meg. Szerintem sokkal kellemesebb élmény a szánkban tartani, vagy meginni ezt az italt, mint mondjuk egy health, tehát hogy vagy egy ilyen teljesen no-name energiaitalt. Ez mindenféleképpen pozitívum. Tehát erre gondoltak. Tehát nem tudom, hogy ez tudatos-e vagy sem, de abszolút egyébként, amikor játszunk, és ugye rengeteget beszélünk Discordon, vagy hogy streamelsz, vagy videót veszel fel, akkor ugye abszolút fontos, hogy a ital, amit iszol, az ne legyen túlságosan gejl, akkor tele megy nyállal a szád, értitek, amit mondok, és ennyire nincs meg, úgyhogy ez pozitívum, respect. Viszont az a helyzet, hogy mikor beveszed a szádba, akkor nincsen meg a húha élmény. Hogy is mondjam, tehát félreértés ne essék, nem vártam húha élményt, tehát tudtam, hogy ez egy energiaital, csak amikor energiaitalt iszok, akkor megbontom, és az jéghideg, ezt most vettem ki a hűtőből, benne volt másfél napot, tehát tényleg odafigyeltem, és nem volt az, hogy na most energiaitalt iszok, az eddigieknél mind meg volt ez az élmény, még annál is, ami gej volt, de nincs meg. Viszont utána úgy bejött az íz a számba, most megkóstolom még egyszer. Igen, elsőre ilyen nagyon olcsó energiaital íze van, viszont utána az utóíze az viszont jó, az kellemes, tehát ami a szádban marad íz, az ilyen tutti frutti is kellemes, de amikor beveszed a szádba, akkor úgy nem, fura, olyan visszás nekem, tehát úgy nem érzem azt, hogy akkor most leteszem az arcomat, hogy milyen terméket iszok. Szóval hát így összegezve a dolgot, nem venném meg. Hogyha a boltba járok és mondjuk látok két különböző energiaitalt, és az egyik ez a Zsozi atyás, akkor nem venném meg. Természetesen nem a Zsozi atya vagy a lít miatt, hanem egyszerűen most így a kóstoló alapján nem nyűgözött le. Viszont egyébként ez az ital tanít nekünk valami nagyon fontosat, ami még annak a gamer energiaitaloknál is egyébként fontos aspektus volt, és ez nem más, mint hogy mit engedünk, hogy ledugjanak a torkunkon. Jelen esetben szó szerint. Úgyhogy erre figyeljünk oda. Tehát az a helyzet, hogy nagyon-nagyon rászálltak a különböző cégek erre, hogy valami gamer, meg geek, meg kocka. És az a helyzet, hogy én azt látom, hogy egyébként úgy összességében ez a kultúra tartja magát, nagy átlagban ténylegesen nem dőlünk be ezeknek, és amikor nézem a komment szekciókat, akkor azt látom, hogy átlátunk mi még a szitán, de légy szíves, ez maradjon is így, vagy ameddig csak lehet, húzzuk el, hogy ez a kultúra, ez a geek kultúra maradjon mentes az ilyen hülyeségektől. És az a helyzet, srácok, megvan nektek őszintén, hogy én Zsozi atya helyében hogyha ténylegesen mondjuk sok pénzt keresnék streameléssel, én nem adnám ehhez a nevem. Természetesen van az a pénz, és a pénz az nagy úr, és tök jó, hogyha van pénzünk. És most igen, megmondom őszintén, visszavonulót fújok, mert természetesen, hogyha most elém állna egy cég, hogy az arcommal reklámoznának egy italt,
akkor nagyon elgondolkodnék, mert azért szerintem nem 2 forintot fizettek az atyának azért, hogy odaadja az arcát erre a termékre. De attól függetlenül mondjuk én biztos, hogy megkóstolnám, és én kóstoló alapján nem adnám a nevemet ehhez a termékhez. És kicsit félve mondom, hogy az energiaitalhoz sem. Tehát, hogy ugye ismételve magamat, azért ez egy olyan termék, ami azért az egészségünkre nagy mennyiségben nincsen jó hatással, márpedig egy ilyet reklámozni, az azt mutatja, hogy ha iszod, akkor menő vagy. Igaz, Krisztiánom? Hello there! Szóval hát ennyi lett volna, mindenféleképpen el fogom fogyasztani. Megmondom őszintén, hogy nem 280 forintos energiaital íze van, hanem mondjuk inkább ilyen 99 forintos energiaital íze van. Meg lehet inni, csalódni nem fogtok, tutti futti, hurrá, de azért én többet várnék egy Lít és egy Zsozé atya névvel illetett limitált terméknek, mert azért ez nem a benzinkutak sztárja, én is egy speckó geekboltban tudtam beszerezni csak az Astorian. Úgyhogy kedves egészségetekre, ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett nektek. Nagyon-nagyon boldog vagyok, ismételten meg elmondom, hogy szeretitek ezeket az italos videókat, mindenféleképpen csinálni fogom, és ne felejtjétek el, hogy a komment szekcióban ajánlhattok is italt, és hogyha megtalálom, akkor meg is fogom kóstolni. Ugye, Simon? Például már a második ajánlatodat iszom. Köszönöm szépen még egyszer. Valamint szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy még mindig nem értük ki az OCS feliratkozót, de eléggé gőzerővel haladunk felé, ugyanis a nyereményjátékos videóm kikerülte óta már eléggé sokan, több mint 30-an feliratkoztatok. Jelen pillanatban 417 a feliratkozó szám, ami tök király, de a nyereményjáték még tart, ugye egy 3D nyomtatott fénykardot fogok kisorsolni az 500. feliratkozó elérésekor. Mit kell ehhez tenned? Mindenféleképpen látogass el ehhez a videóhoz, a leírásba is lerakom a linkjét első helyen, hogy megtaláljátok. Mi a teendő? Nézd végig a videót, de komolyra fordítva, először is iratkozz fel a csatornára, másodszor kövess be az Instagram oldalamat, szintén a leírásban, az összes videó alatti leírásban megtalálod az Instagram fiókot, egyébként 7 kocka néven vagyok fent Instán, és Krisztiánnal kapcsolatos tartalmakat találhattok ott. Valamint, és ez a legfontosabb, hogy a videó alá, tehát a nyereményjátékos bejelentős vlog videó alá itt YouTube-on kommentben írd meg az Instagram nevedet, és hogy mit jelent számodra geeknek, kockának lenni. Jó, tehát ennyit kell tennetek. Feliratkozás, Instagram követés és kommentben az Instagram név, valamint hogy mit jelent számotokra a kockalét, miért vagytok ti kockák, melyik része érdekel benneteket ebben a hobbiban. Hajrá, hajrá! És hogy minél hamarabb elérjük az 500 feliratkozót, oszd meg ezt a videót, vagy azt a videót, vagy amazt a videót, amit csak akarsz. Minél több emberhez eljusson a tartalom, ez a cél ennek az egésznek. Ha pedig kíváncsi vagy rá, hogy hogyan is készül egy ilyen fénykard, amit meg fog nyerni a szerencsés, akkor pedig kapd ide a sarokba, itt megtalálod, de egyébként ha új vagy a csatornán, akkor a csatornának a nyitó videója is ez. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet nektek, én Fülöp voltam vagy Soma a Hétköznapi Kocka nevű YouTube csatornán, és hamarosan újra látjuk egymást. Na szevasztok!